Tulajdonképpen a mai reggelen egyszerűen imádkozni kívánok, beszélni az én Urammal, de felolvasom a Filippi Bélekhez írt levélből, az első részből a 17. vers második felét, a 21. verstől kezdve a 24-kel bezárt Pál apostoli beszédet. Én az evangéliumnak oltalmazására rendeltettem. Mert nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. De ha a testben való életem munkámat gyümölcsözteti, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Mert szorongattatom e kettő között. Kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni. Mert ez sokkal inkább jobb. De e testben megmaradnom szükségesebb, ti érettetek, és ebben bízva a többit majd olvassátok el magatoknak. Lélekben álljunk oda, ami Jézus Krisztusunk akarata szerint az Atya elé, és beszéljünk vele. Köszönjük, édesatyánk, hogy hírt adtál nekünk Jézus hazaérkezéséről. Köszönjük, hogy Úrrá és Krisztussá tetted azt a Jézust, aki Istentől bizonyságot nyert előttünk erők, cselekedetek és jelek által, melyeket te cselekedtél ő általa. Hiszük, Urunk, hogy ma is Úr a gonosz lelkek felett Jézus, a betegség lelkei felett, és akarata, hogy a nevében megdorgáljuk azokat, hogy a betegbe a te kegyelmednek erejéből öntsünk, kijelentett szavaid alapján, ne félj, mert veled vagyok. De kérjük is, hogy nyújts ki kezedet szabadításra, gyógyításra ebben a mai korszakban és időszakban. Kérjük ezt is a győzedelmes Jézus Krisztus szent nevében. Hisszük, hogy Ura vagy a pusztító angyaloknak. Hisszük, Jézus vére alatt van menedékünk. Áldunk és magasztalunk, hogy csodálatosan megkülönböztettél minket a benne teremtéssel, a vele életre hívással, a benne kegyelmet találással. Akartad, hogy Jézus neve magasztaltassék minden név felett, ahogy megvan írva. Akartad, hogy bennünk is felmagasztaltassék a te szent neved Jézus Krisztus hite által. Hiszük, az Úr Jézus neve menjen és földön és föld alatt a legmagasságosabb név. Köszönjük, hogy ránk bíztad hordozni az ő nevét. És mivel uralkodó név, és a Jézus nevére minden térd meghajol, légy áldott, hogy nem csak véd és éltet, hanem cselekedtet is, ahogy parancsoltad. Mindent az Úr Jézus Krisztus nevében cselekedjetek. Könyörülj rajtunk a mai napon, hogy ez beteljesített akaratod legyen az életünkbe. Köszönjük, hogy megtörik rajta és általa minden hatalom, és mindenek felett megdicsőítetik a te háromszor szent neved. Légy érte áldott. Amen. Úr Jézus, hozzád kiáltunk, hogy a te hatalmad, a te kegyelmed és szereteted vegye körbe itt lévő népedet. És mert leírattad, hogy szerelmed mélysége, magassága, szélessége, hosszúsága megmérhetetlen, mégis lélek járja mind ezeket a távolságokat kegyelmedből, hogy megismerjük azt, amit nekünk terveztél adni, és megcselekedjük azt,
amiben az Atya dicsőségét tervezted életünk engedelmességei által. Kérjük a kijelentés lelkét, hogy megragadhassuk éltető, bölcsétevő, gyógyító, újjászülő hatalmadat. Szeretnék neked kedves illattá lenni. Bocsáss meg, ha vétettünk neved tej hatalmat hite ellen, ha valamikor is elgyávult a szívünk, vagy kétségeskedtünk bármiben, kérünk tisztíts meg minket. Hisszük értünk adott véred erejét, igazából Jézus vére most meg minden tisztátalanságról, hisszük, valljuk, és kérve is éljük. Te általad tétetünk méltókká, hogy elnyerjük ama világot, azt az országot, amelybe a feltámadás fiaiként kerülünk. Könyörülj, hogy nagyobbnak lássuk a problémáinknál a te szent nevedet, erődet, kegyelmedet, munkádat, taníts bölcsé lenni. Kérünk, hogy a belénk vetett élet magjai, kegyelmed valóságaként kikeljenek, beérjenek, és add, hogy magvetéssel, az igét magvetésével a te országod javára éljünk. Köszönjük, hogy Úr vagy az élet minden ellensége felett. Tudjuk, hogy tiéd a szabadítás és a hatalom. Így kiáltunk a gonoszság növekvő hatalma ellen, minden a te rendedben történik, valljuk, és ezek közepette mégis győztessé teszed az életünket, álhatatossá, erőssé. A benned hívő élet él, és a maga rendje szerint uralkodik a sötétség erői felett. Ó, Uram, légy látható életünké. Amen. Aki Jézustól született, két látómezőt hordoz. Elmenni, vagy itt maradni. Nagyon sok embernek a szívében, akik hívő testvérek, a bizonyosság ott van, nincs semmi kétség, hogy a Jézus Krisztussal együtt lenni jobb. Abból derül ki, hogy amikor az ő beszéde megszólít, az ő lelke megragad, akkor átéljük a szentségnek azt az örömét, hogy velünk van az Úr, és vele lenni jobb, mindennél jobb. De a küldetésünk arról szól, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Arról szól, hogy világosság legyetek ebben a világban. Arról szól, hogy az evangéliumot ne csak tisztán őrizzétek, hanem adjátok tovább, életnek beszédeként. Arról szól, hogy a rábízottakat, azokat nem csak addig kell eljutatni, hogy higgyenek benned, ami a te munkád, hanem pásztorolni is kell. Ezért a pásztoroláshoz a mai napon kérj bölcsességet, adatik. Kérj hatalmat, adatik. Kérj szemét, akiért az Isten megszólaltatja a hitedet, adatik. És hálódással vidd véghez a te üdvösségedet, csak ebben a mai napban is. Két látó mező között szent életet élni. Ez a küldetésed. Amen.